Gyermeknapi tanítási szünet volt a Teleki Blanka általános iskolában. A nap programjait a diák önkormányzat tagjai szervezték meg. Gyermeknapra várták hétfőn a telekis diákokat. Számos program közül választhattak. Próbáltunk változatosan összeállítani a mai nap programját a gyerekek számára. A rádiós vetélkedővel kezdtük, aztán pedig próbatételeken vesznek részt a gyerekek, ahol megmutatják a különböző ügyességekben, miben jártassak, kerékpározása, csokievése, lekváros kenyérevése, ízek felismerése is előttük áll majd. Aztán pedig váltóversenyben is próbára állhatnak az osztályok egymás között. Próbáltuk egy picit játékosabbra venni a figurát ezen a napon, ezen a rendezvényünkön is, illetve a nap végén pedig flúgos futammal zárulunk, ahol majd igenis csak a kreativitás kerül előtérbe számukra. A gyermeknap keretében a diákelnök jelöltek is bemutatkoztak. Ígérhetnék nektek hosszabb szüneteket, kevesebb és rövidebb tanítási órát, de ez nem lenne megvalósítható. De azt ígérem, ha hozzám fordultok kéréseitekkel, ötleteitekkel, igyekszem minden tőlem tehetőt megtenni, hogy érdekeiteket képviseljem. 6. illetve 7. osztályokból kerestük az új elnökünket. 4 tanuló érezte magát erre alkalmasnak, hogy megmérettesse magát, és a nap folyamán az iskolának a diákjai szavazólap formájában szavazhatnak az elnökjelöltükről, akiknek a programjaikon részt vehetnek.